Na, ma lehull a lepel, gesztékről is. Belevágunk valamibe, amire azt hiszem eddig még nem volt példa, hogy a feleségemmel fogok beszélgetni arról, hogy ő szerinte és én szerintem hogyan kell jól szeretni. Tatá! Izgózik az. Remélem legjobb is, hogy csak tanúságai lesznek inkább, nem pedig következményei. Én nagyon merésznek tartom, hogy meghívtál. De az is merész, hogy elvállaltam, hogy ide jöjjek. Te ugye egy olyan pasit választottál az én személyemben, akivel azért nem lehet könnyű. Tehát, hogy már olyan értelemben, hogy hát egy ismert, sikeres pasas, de közben nagyon sok mindennel járt, nyilván ez az egész, amit előre nem tudhattál, hogy milyen csomag van még a hátamon, amit az ember, amikor beleszeret valakiben, még nem feltétlenül ismer meg. Ez egy keddi napon nem számít. Az élet dolgairól van szó, akkor nem érdekes, hogy híres az ember párja, vagy tehetséges, mert én is tehetséges vagyok. Nagyon gyorsan emlékszem, hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy gyereket akarunk. Leginkább te. Tényleg? Aha, én erre nagyon emlékszem. De. Az ennyi idős pasik, mint te, nemhogy nem beszélgetnek a nőkkel egy adásban, hanem... Otthon sem, vagy már rég elváltak. Nehéz meghatározni azt, hogy mi az, hogy szeretet. Hát azt hiszem, már megtanultam. Én azért nagy utat jártam be, mert nem az a fontos, hogy igazán legyen, hogy boldog legyek. Az érzelmek jönnek, mennek, elmúlnak, újraélednek. Uh-huh. És hogy sokkal jobb úgy tekinteni rá, mint egy nagyon fontos szükségletünkre. Megtanultam derékszögben aludni, és párhuzamosan közlekedni az ágyban. Te látnád a Sanyi, hogy vigyorog? Mert nekem nagyon tetszik. Tehát jelenetek egy házasságban. Ugye, mondtam neked, hogy ez lesz.